Sziasztok, bizonyára láttátok a rakpart paródiát, úgy tévedtetek ide. Ez bizony Baki parádé, azért állítottam össze nektek, hogy megnézzétek, hogy milyen jeletek maradtak ki, illetve miket csesztünk el a forgatás ideje alatt. Csak most gyere, csak úgy meg rúgdossz. De jó, erősen rúgdossz. Erősebben rúgjál. Hát a hitelesebben. Milyen munka ez? Játszunk! Vagy boruljatok tovább, vagy ne hűljetek itt. Forgatás közben megérkezett egy stáb, akik egy i8-as BMW-t fényképeztek. Nézzétek meg a csávó arcát ott a kocsinál, hogy hogy néz, amikor itt tántorgok részegen. Itt meg lehet nézni az ultra részeg verziót. Itt meg lehet nézni az ultra... Ez is majd bekerül a Baki parádéba. Itt meg lehet nézni az ultra részeg verziót, itt pedig a Baki parádé, meg a kimaradt jelenetek, amiben majd ez is bekerül, amit most az előbb mondtam. Hát persze, hogy csalámba költem bele rohadjámat! Ennek szúr! Az a sor, alsó részem meg a Baki parádét, úgyhogy hagyjál anyádat szúr, de köcsök! Megjárt, higgyetek sört! És nézzétek meg a sima verzió, elugassálmát, és a Baki parádé, és se hagyjátok, se hagyjál engem. A Baki parádé az itt van valahol. A mobilnek a jelenetek. Sziasztok! Na. Finom? De te nem látszol. Ha jövök is, akkor fogod oda fogja. Jó, csak már most bukdácsolsz. Persze, nem gyakorlunk. Oh, kurva ideg voltam itt! Hogyha ilyen hülye paródiát forgattok, akkor mindig nyáron csináljátok. Ne télen, amikor esik az eső. Oh, a lábamat valami! Egy dologra nagyon figyeljetek, hogyha részegek vagytok, akkor ne a rakpart éles kövei között tántorogjatok, mert ez rettenetesen veszélyes, és még más veszélyek is leselkednek az emberen, nézd csak! Szakadt a gombó! Szakadt a gombó! De kurva dagat vagyok! Csak komolyságot! Az üveggel óvatosan hadonász, néha látszik. Ezt így okoszolsz, mert akkor a legundorítóbb felvétel következik, amikor bele fogok feküdni a hányásba. Megyek így, így, így! Készületek! A hányás egy, hányás kettő. Ebbe fog belefeküdni a Robi. Ott a GoPro, ami veszi. Ott a laptop. Igen, most jön ez a gusztustalan undorító rész, amikor bele kell a műhányásba feküdni. Fúj! Eges, most meg az aszfalt! Na gyerünk, Diáz, most mutasd meg, hogy tudsz! Undi! Jaj, de fél! Na, új, de hideg! Fúj! Na most majd bekapok egy répát is. Jaj, csak nehogy a hasam mozogva érje. Nem tudom, én már nem tudom miből. De akkor az hangba lesz? Fúj! Ma majdnem élvezem, hallod? Na csináljuk még egyet. Látszik rajta azért, aggódtam, hogy nem fog látszódni a pulcsimon. Egy szar volt ez a hányás. Forgatásnak a viszontagságai. Hát... így nézek ki. Gyere, ölej meg! Ne szaladj el, gyere, ölej meg! Már majdnem végeztünk a forgatás, amikor megjelent egy varjú, és nagyon drukkoltunk neki, hogy egy hányás. És hát... Szia, réped! De nem nagyon ízlett neki. Mondjuk nem csodálom, nekem sem. Nem kell neki a Robi hányásokat. Hát ennyi lett volna ez a Baki parádé, meg kimaradt jelenetek. Ha tetszett, akkor mindenképp iratkozzatok fel a csatornára. Az eredeti videoklipet meg itt lehet megtalálni, tehát a rakpart paródiának a sima változatát és a mocskos ultra részeg remixet. Mind a kettőt nézzétek meg, ki ne hagyjátok. Köszi a megosztásokat is. A mobillet legyen veletek.